milyen ismeretekkel szükséges rendelkeznie egy fuvarozónak, hogyan készíti a süteményeket a cukrász, többek között ezeket tudhatták meg azok, akik kilátogattak a Szakmák Éjszakája elnevezésű rendezvényre. A tanárok akkor azt mondták, fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok tisztában legyenek a különböző szakmákkal és azok munkaerőpiaci értékével. A szakképzésben azonban jelentős változások lépnek életbe 2020 őszétől, hangzott el azon a fórumon, amit a Tolna megyében dolgozó tanároknak tartottak. Itt az április elején elkészült szakképzési stratégiáról is szó volt. Ezzel az anyaggal kapcsolatban olyan visszajelzéseket kapunk, hogy hosszú évtizedek óta messze ez a legösszeszedettebb munka. Hafiek Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője kiemelte, a szakképzési stratégiát az iparkamarák és a vállalatok bevonásával dolgozták ki 2 év alatt, reagálva a technológia és a munkaerőpiac változásaira. Ilyen változás például az, hogy bizonyos területeken robotok váltják ki az emberi munkát, sok munkafolyamat automatizáltá vált. Ami a legnagyobb változás lesz az elkövetkezendő időszakban, és már most is látszanak az előszelei és a nyomai, hogy megjelenik a robotizáció szinte mindenhol, de ugye a különböző területeken eltérő mértékben. Nyilván az ipari termelésben sokkal erőteljesebb. Fülöpné Szűcs Mária, pedagógusok szakszervezetének Tolna megyei elnöke a szakképzési fórumon annak a reményének adott hangot, hogy az új szakképzési stratégia hatékony lesz, és nem kell újra és újra változtatni az oktatási rendszeren, mert az követhetetlenné válik, és a diáknak sem szolgál előnyére. 93-ban a szakképzési törvényt bevezették, azóta 9-szer iskolaszerkezeti változás történt, szakokat változtatnak. Ma eljutottunk odáig, hogy hihetetlen szakember hiány van Magyarországon. Nem csak pedagógusok hiányoznak, tévedés ne essék, és szakoktatók, hanem szinte minden szakma válságterület lett és hiányzik. A vállalkozók keresik a munkaerőt, és nyilván ezzel a kormánynak is számolnia kellett. Lesz itt sok minden, ami érinti a szakképzés nevét, a beiskolázandó iskolák nevét. Érinti, merem remélni, hogy magát a tanulót, a tanulónak a lehetőségeit, az esélyeit, mert én azt fogom ma mondani, hogy ez a tanulóról szól, a gyerekről, hogy mindenki megtalálja a helyét, minden fiatal vagy szakmát tanuljon, vagy a szakképzésből is mehessen felsőoktatási intézménybe. Tehát ehhez egy nagy-nagy társadalmi összefogás kell, pénz kell, nyilván stratégia is kell, de az önmagában nem elég. Szakember kell, szakoktatók kell, mérnökök kellenek. Fülöpné Szűcs Mária kiemelte, a szakmák társadalmi elismertsége még mindig alacsony. Ezen kíván a kormány a különböző intézkedésekkel változtatni. A most elkészült szakképzési stratégia egyik fő eleme, hogy a szakgimnáziumi rendszert váltva visszaáll a már bevált 5 éves technikumi képzés, aminek zárásaként 4 közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Ezen felül szakmai vizsgát kell majd letenniük a diákoknak, ami emelt szintű érettségének felel majd meg. Azaz a sikeres technikusi vizsga egyenes utat jelenthet a szakirányú felsőoktatásba. Ezen kívül megemelnék a szaktanárok bérét is. A tervek szerint a változások 2020 őszétől lépnének életbe.